Nem sok szavazatot dobtak eddig az urnákba. Úgy tapasztaltuk, a buli negyedben nagyobb a részvétel, mint Erzsébetváros többi részén, ahol ugyanúgy voksolhatnak a negyedről. A Károly körút, Király utca, Erzsébet körút, Rákóczi út által határolt területről döntenek a 7. kerületben. A kérdés, egyetértenek-e, hogy a vendéglátóhelyek itt 24 óra és 6 óra között ne tarthassanak nyitva. Annyi már biztos, volt, aki igennel, és volt, aki nemmel szavazott. Fontosnak tartottuk, hogy eljöjjünk, hogy ne, igen, minden szavazásra el szoktunk jönni, igen. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen állapotok uralkodnak a kerületben, viszont szórakozni szeretek. Egyébként szeretek bulizni, de nem korlátlanul, és nem úgy, hogy hányadékba lépek ki reggel az utcára, meg letört visszapillantó tükrő a kocsikat találok. Mi arra szavaztunk, hogy maradjon nyitva, mert hát ezt nem itt kell, mert hiába zár be éjfélkor, egy rendes angol addigra úgy leissza magát, mint annak a rendje. Inkább takarítani kell, fegyelmezni őket. A buli negyed éjjel országimázs. A külföldiek egy része kifejezetten a romkocsmák miatt érkezik Budapestre. Csak nem 500 vendéglátóhely működik a kerületben. A vendégek szállásadókat és taxisokat is eltartanak. A leghíresebb romkocsmák érdekvédője már néhány hete azt mondta, végleg lehúzhatják a rolót, ha éjfélkor be kell zárniuk a boltot. A kerületi vállalkozások nagy többségének ez hihetetlenül fontos, hogy itt éjszaka ilyen pezsgő élet van. A kerületben rengeteg magánszálláskiadó van, tehát több mint 1500 bejegyzett rövidtávú lakáskiadó van a kerületben, aki szintén ebből él. És ez is a buli negyed éjjel, hömpölyög a tömeg az utcákon, ez pedig zajjal és szeméttel jár. A helyiek egy része évek óta megoldást követel az önkormányzattól. A mostani népszavazás akkor lesz érvényes, ha a választásra jogosultak legalább fele részt vesz rajta. Hogyha az igenek lesznek többen, akkor a képviselőtestület 180 napon belül köteles a kérdés körben hozott válaszok alapján rendeletet alkotni. Az éjféli bezárást az önkormányzat baloldali képviselői és LMP-s képviselője már tavaly októberben megszavazták volna. A fideszes képviselők kezdeményeztek népszavazást az ügyben. Ők később azt mondták, ha a referendum érvénytelen lesz, az eredményét akkor is figyelembe veszik majd a döntésnél. Velti László, RTL Híradó, Budapest.